Szemerések Erdélyben A határtalanul program keretében Béres Imre tanárul és Törteli Helga tanárnő szervezésében a Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium Szemerepár Intézmény Egység 42. 8. diákja élményekben gazdag kiránduláson vehetett részt a Mesés Szépségű Erdélyben. Első napon a diákok megtekinthették Mátyás király monumentális szobrát, illetve szülőházát Kolozsvárot. Parajdon volt négy napig a szállásuk, onnan csillagtúra szerűen keresték fel Székelyföld természeti és épített csodáit, és a gyerekek minden nap úti naplót is írtak a látottakról. Második nap ágyalogoltak a békás szoroson, megcsodálták a gyilkos tavat, ezután Székely udvar tettek egy rövid városnézősétát. A történelmi szoborpak lakóiról igazgató úr Csaba bácsi tartott érdekes kísérőadást. Majd felkeresték a széke fürdői székelykapukat, Orbán Balázs író sírját, valamint a Székelyföld híres épületeiről, várairól, templomairól készített maketparkot, parkot, a mini erdélyt. Másnap Csíkszeredán emlékeztek meg az aradi vértanókról a Mikóvár előtt, megkoszorúzták Petőfi szobrát, majd Csíksomjon elcsendesedtek a kegy templomban, hogy ezután megmászhassák a kis somjói hegyi kálváriát. Gyimes bükkön felmásztak a Rákóczivár romjaihoz. Majd este közösen megtanulták a Székelyhimnuszt énekelni. Negyedik nap délelőtt leereszkedtek a Föld mélyébe, az európai hírű Paradis sóbányába. Majd farkaslakán Tamási Járon sírjánál koszorúzással emlékeztek meg az Ábel trilógia írójáról. Fehér egy házán meglátogatták a Petőfi Múzeumot. Itt lettek utoljára már sebesült költőt, és valószínűleg itt is került tömegsírba. Itt is elhelyezték az emlékezés koszorúját. Seges vár volt az aznapi utolsó küldetésük. A várban a gyerekek kis csapatokban fögeresték fel a feladatlapon megadott épületeket, készítettek fényképeket, szelfiket. Hazafelé Marosvásárhelyen, Közép-Kelet-Európa legszebb szecessziós épületében, a Kultúrpalotában tettek látogatást, majd a várbeli református templomba mentek. A királyhágon megállva vettek búcsút a mesebeli tájtól és vendégszerető lakóitól.